a 16-tól 17-ig terjedő versekben. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére. Zsidónak először, meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban, hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz ember hitből él. Kedves fiatalok, egy hosszú útnak a végén, amit az együtt tanulás, az együtt Isten ismereteinek a boncolgatása jelentett, most úgy érzitek, hogy a végére jöttünk. Nagyon remélem, hogy nem szomorítanak el benneteket, hogyha azt mondom, hogy ez nem a vége, hanem a kezdete valaminek. Mert a vándor számára, amikor a hosszú-hosszú útja végén megérkezik, és lenyomja a kilincset, akkor ugyan véget ér az út, de kinyílik egy kapu. És kezdődik valami egyéb. Ami lehet, hogy fizikailag nem fáradtságos út, nem lépést lépéshez toldó, sokszor fáradtságos gyötrelem, hanem következik a megérkezésnek az öröme, az otthonlétnek az áldása. Következik a megtett út fáradtságának a levetése, és a megérdemelt javaknak a birtokba vétele. Valahogy így érkeztetek meg ti is ehhez a pillanathoz. Lehet, hogy nehéz volt hétről hétre tanulni a KT-t. Nehéz volt arra gondolni, vajon most a papbácsi tőlem vagy mástól fogja-e kérdezni. Még az is lehet, hogy nehéz volt bál után felkelni és hajnali egy órára ide érkezni a templomba. De akkor, amikor ezzel úgymond készen leszünk, akkor kinyílik számotokra, ha felnőtt református keresztény lépnek az ajtaja. És ti dönthettek, hogy beléptek, és birtokba veszitek azt, az egész életetekben hasznosítjátok, vagy pedig a fogadalom tétellel, mivel senki nem láthat a ti szívetekbe, csupán leteszitek az eddig hordozott terhet, és aztán vígan élitek a magatok illetét tovább. Ez a világ nagyon gonosz. Senki nem fog benneteket arra ösztönözni, ha csak szüleitek, nagyszüleitek nem, hogy hétről hétre a jövőben is elgyertek templomba, hogy estéről estére összekulcsoljátok a kezeiteket, hálát adjatok az aznapért, hogy reggel könyörgő lélekkel kérjétek az Úristen, hogy ő is legyen veletek. Sőt, nagyon sokszor, úgy ahogy rejánk, vagy ahogy nagyon sokatra innen a gyülekezetnek, a hétről hétre hűséges tagjai közül gunnyal fognak nézni. És megkérdezik, már megint templomba mész? Már megint imádkozol? Már megint a papnak a palástja alatt, vagy palástja közelében akarnál elbújni? Talán valami hasonló dolgokat érezhetett és élhetett át Pál apostol, amikor egy kicsapongó, egy tobzódó világban ő egészen másképpen próbált élni. Róma akkor is a világnak az egyik központja volt. És akkor is nagyon jól lehetett élni, nagyon jó mulatságokat lehetett találni Rómában. Akkor is az élvezeteknek a tárháza várta az odaérkezőt. És Pál apostol úgy írja ezt a levelet, hogy éppen ezektől az élvezetektől, ezektől a topzódásoktól próbálja óvni azt a kicsinyi sereget, akik hozzátok hasonlóan, bár lehet, hogy nem voltak veletek egykorúak, de hozzátok hasonlóan frissen indultak el a kereszténységnek az útján. A gúnyos világ szeme előtt szégyen volt. Nem a pénzben, hanem Istenben hinni. A gúnyos világ szeme előtt szégyen volt, nem az élvezeteknek, hanem Istennek
áldozni. Ezek az emberek mégis felvállalták, hogy ők így élnek. És Pál apostol az ő biztatásukra írja, hogy ő sem gondolkodik másképpen. Ő nem szégyelli a Krisztus evangéliumát. Még akkor sem, hogyha ennek az evangéliumnak a hordozása, a megélése egy kicsit más életet jelent, mint a világ szemével elképzelt élet.